Köszöntöm nézőinket, önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Jala Jászmin Grész vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Elutasították Átsezső keresetét, a Pécsi Közigazgatási Bíróság döntött az ügyben. Kivilágítatlan autóval menekültek, 150 ezer forint értékben lopott el tárgyakat a két betörő. A holokauszt áldozataira emlékeztek, 500 000 állampolgár veszett oda a náci eszmék miatt. Hálaadó istentisztelet, megújult a nagyszokói templom. Elutasította a Pécsi Közigazgatási Bíróság Átsezső keresetét, Szekszárd volt első embere, azt vitatta, hogy jogosan távolították-e el posztjáról a közgyűlés tagjai. A Tolnai Vármegyeszékhely képviselőtestülete összeférhetetlenség miatt szüntette meg a település vezető jogviszonyát. A szekszárdi képviselőtestület tagjai alkották a hallgatóságot a Pécsi Közigazgatási Bíróság szerdai ülésén. A város menesztett polgármestere nyújtott be keresetet, miszerint eltávolítását nem támasztják alá törvényi indokok. Mint ismerte, a szekszárdi közgyűlés határozata szerint az Erőv Zrt-nél vállalt olyan pozíciót, amiért pénzt kapott a polgármester. Ez pedig összeférhetetlen a hatályban lévő jogszabállyal. Egy cég érdekes státuszú testületének lett az elnöke. Erre tilalmi rendelkezés nincs az MÖTH-ben. Tilalmi rendelkezés a díjazás elfogadására van. Átsereső felperes 2023 májusára díjazást nem fogadott el, és pont a képviselőtestületi határozat keletkezésének napján a díjazásáról lemondott. A szekszárd önkormányzatot képviselő védő szerint a közgyűlési döntés napján ez nem derült ki a közgyűlés ülésén. Amikor a közgyűlés döntött a rendelkezésre álló iratok alapján az összeférhetetlenség fennálltáról, akkor még maga a felperes sem tett semmilyen nyilatkozatot az általa becsatolt nyilatkozat alapján, arra vonatkozóan, hogy ő szeretné ezt a jövedelmet visszamondani, és a májusi havi kifizetést nem kéri. Tehát a döntés időpontjában az összeférhetetlenségi ok egyértelműen fennáll. A bíróság végül úgy döntött, hogy megalapozatlan Átsereső keresete. Ezért helyben hagyták az eltávolításáról szóló közgyűlési határozatot. A döntés nem jogerős. Kivilágítatlan autóval próbált meg elmenekülni az a két teveli férfi, akik betörtek egy házba Nagymányokon. A rendőröknek elmondták, tudták, hogy az épület tulajdonosának több ingatlanja is van a településen, és biztosan nincs otthon, így bármelyikbe bemehetnek. Néhány napja tett bejelentést a rendőrségre egy nagymányoki nő, hogy a szembeszomszédja házában valószínűleg betörők vannak. A kiérkező egyenruhások egy kivilágítatlan autóra lettek figyelmesek, ezért megállították azt. Igazoltatták az autó teveli sofőrjét és falubeli utasát, és az autó átvizsgálása során különböző alkatrészeket találtak, amiről a férfiak az eltávolítás során elmondták, hogy egy közeli házból lopták azokat. A megadott címen kollégáink szemlét tartottak. Kiderült, hogy a férfiak közül az egyik tudta, hogy a tulajdonosnak több lakatlan ingatlana is van a településen, nincs otthon, úgyhogy bármelyikbe bemehetnek. Az Ady Endre utcai ház bejárati ajtaját benyomták, így jutottak be az épületbe, majd az ott talált értékeket kivitték az udvarra. Elmentek a távolabb leállított autóért, és elkezdték bepakolni a lopott tárgyakat. Időközben valaki lámpát kapcsolt a közelben, így a lebukástól tartva a két férfi elindult haza. Az autón nem kapcsolták fel a világítást, hát ha így nem veszik észre őket. A kocsiban talált és a ház udvarára összekészített dolgok értéke összesen 150 ezer forint volt. Amelynek teljes egész lefoglalással megtérült, illetve az árszerkezet rongálásával további 5 ezer forintos kár írható az elkövetők számlájára. A 48 és 50 éves teveli betörőket lopás büntettével gyanúsították meg. Egy mozdonyvezetője tett bejelentést júniusban, hogy egy férfi az 50-es vasúti mellékvonal Hidas-Bonyhád és Bátaszék közötti szakaszán a vasúti síneken feküdt, és csak a jármű vészjelzésére hagyta el a vasúti pályát. A fiatal a helyszíne érkező egyenruhásoknak azt mondta, hogy kora reggel a dohányboltba indult, de mivel az még nem volt nyitva, ezért egy kocsmában nagyobb mennyiségű tömény italt és sört ivott meg. Később a sinek mellett elindult haza, de útközben leült pihenni és elaludt.
Arra ébredt fel, hogy egy vonat hangosan dudál, ekkor hirtelen mozdulattal lelépett a sinekről, és a bokros területre esett. A fiatallal szondát is fújattak, ami magas értéket mutatott. A malőr miatt a pályaszakaszon később közlekedő vonat csaknem 100 percet késett. A 25 éves bátaszéki férfival szemben vasúti közlekedés biztonsága ellen gondatlanságból elkövetett vétség miatt indult eljárás. Soha többet földadót, ezt kérték a gazdák a magyar kormánytól, és mi ezt most törvényben is garantáljuk, jelentette ki Nagy István agrárminiszter a közösségi oldalán. Az országgyűlés kedden elfogadta a földadó elleni törvényt, a miniszter ismertette, az új szabályozás megtiltja a földadó kivetését a polgármestereknek és az önkormányzatoknak. A Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége, valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara közösen lépett fel a földadó eltörlése érdekében. A földadó elleni petícióikat március végéig több mint 120 ezeren írták alá, köztük én is. A gazdák megadóztatása forrást vonna ki az ágazatból, a földadó pedig begyűrűzik az élelmiszerek árába, így azt a magyar emberek pénztárcája is mindenkinél megérzi. A védőnök július 1-től a vármegyei irányító kórházakhoz tartoznak, az ellátottak azonban továbbra is a megszokott helyen és időpontokban érhetik el a szakembereket, közölte az Országos Kórházi Főigazgatóság. Azt írták, országosan összehangolt szakmai irányítás alatt nyújtanak ellátást július 1-től a területi védőnök. Eredményesebben biztosíthatók az igényeknek megfelelő, magas színvonalú szolgáltatások, csökkennek a bérezés és az ellátottak létszámának aránytalanságai. Közölték, a hazai védőnői szolgálat biztosításának operatív feladatait munkáltatói joggyakorlóként június 30-áig a települési önkormányzatok végezték. Július 1-től a vármegyei központokban működő úgynevezett irányító kórházak vezetésével a védőnői ellátás sztenderdjeit még hatékonyabban alkalmazó feladataellátás valósul meg. A náci eszmék miatt meggyilkolt zsidó áldozatokra emlékeztek Tolna vármegye több településén is. Csak az országnak ezen a részén több ezren haltak emiatt kínok közötti halált. Az ország megvadult, és egy rémes végzeten vigyorgott vértől és mocsoktól részegen. Radnóti Miklós gondolataival emlékeztek meg a helyi tücsökzenés színpad fiataljai a holokauszt szörnyűségeiről a Szekszárdi Művészetek Házában. A település sokáig ellenállt az akkor már Európa szerte és hazánkban is százezrek halálát követelő fasiszta eszméknek. A kor kegyetlen politikai nyomása alól 1944. júliusára aztán végül mégsem sikerült megmenekülni az itt élő zsidó lakosság legnagyobb részének. Szekszárdon az antiszemitizmus és a nácizmus jó ideig nem tudott tért hódítani, mivel az akkori polgármester Vitéz Vendel István nem engedett gettót létesíteni, de ez sajnos nem gátolta meg a szörnyűségeket, a sóhát, a deportálást, mert csillagos házakat hoztak létre, ahonnan elvitték a zsidókat környező nagyobb településekre, ahonnan elindultak a vonatok, így például Bajára, például Mohácsra, Bonyhádra és még több helyre, Tamásiba és még több helyre. 79 éve félmilliónál is több nőt, gyermeket és férfit küldtek haláltáborokba, vagy pusztítottak el másként a náci eszméket vallók, csak azért, mert az áldozatok legnagyobb része zsidó származású volt. Közülük 600-an Szekszárdról indultak a biztos halálba. A legősibb kontinens és Magyarország esetében egy 1000 éves állam történelme kevesebb lett azáltal, hogy mindez megtörténhetett, és Szekszárd is kevesebb ma. Tisztelt emlékezők, veszélyes az idő múlása. Szüleink és nagyszüleink nem az idén sorolt rettentő számokat látták a holokauszt borzalmában. Az ő emlékeikben még arcok voltak, ismerősök, akikkel egy utcába laktak, egy iskolapadban ültek, egy munkahelyen dolgoztak.
A szekszárdi program a Művészetek Háza előtti emlékmű megkoszorúzásával és a zsidó hagyománynak megfelelően a halhatatlanságot is jelképező kavicsok elhelyezésével ért véget. Tamásiban a deportálás 1944. július 4-én az Ötvös és az Arany János utcák, valamint a Kossuth tér által határolt gettóból kezdődött. 184 helyi áldozatot zsúfoltak marhavagonokba, akik közül mindössze 32-en tértek haza. Válogatás nélkül sajnos elvittek tanárokat, munkás embereket, édesanyákat, édesapákat. Sajnos a náci gépezet az nem kivélt senkit. A náci vérengzés következtében elhunyt zsidó áldozatok számát a történészek 5-6 millió közöttire teszik, közülük minden tizedik magyar állampolgár volt. A júniusi viharok miatt a hazai biztosítók másfélszer akkora kártalanítást fizethetnek ki a lakásbiztosítással rendelkezőknek, mint tavaly ugyanebben az időszakban, közölte a friss adatokat a Magyar Biztosítók Szövetsége. A szervezet tájékoztatása szerint júniusban mintegy 31.500 kárbejelentést tettek az ügyfelek a lakásbiztosításaikhoz köthetően. A már kifizetett és a tartalékolt összegek meghaladják a 3,4 milliárd forintot. Tavaly a hasonló időszakban mindez 2,2 milliárd forint volt 21.000 bejelentés nyomán. A Mabisz felidézte, hogy tavaly a május szélsőségesebb volt, így a vihar szezon első két hónapjában a károk elérték a 4,6 milliárd forintot. Idén a csendesebb május 1 milliárd forintos kifizetései után a június behozta a tavalyi azonos időszak számait. A legtöbb bejelentés viharhoz, felhőszakadáshoz, beázáshoz, jégveréshez, villámhoz, valamint a villámcsapás másodlagos hatásaihoz kapcsolódott. Befejeződött a nagyszokói református templom felújítása, illetve az orgonát is megjavították. A helyi református gyülekezet tagjai hálaadó Isten tiszteleten mondtak köszönetet a fejlesztésért. A közös állami és egyházi támogatással megvalósult 38 millió forintos helyreállítási munkálatok után a templom újra régi fényében tündökölhet, immár korszerű vízszigeteléssel, burkolatokkal ellátva. Az összegből még kisebb javításokra is futotta. A település lelkésze elmondta, nagy szükség lenne még a belső helyreállításra is. A felújított orgonával pedig már az istentiszteleteket is kísérhetik, illetve különböző rendezvényeket is szervezhetnek ezáltal. Nagy jelentősége van annak, hogy a gyülekezetnek az épületei, a gyülekezetnek a terei megújuljanak, hiszen közösségi létnek feltétele, egyik feltétele az, hogy meglegyenek a megfelelő infrastruktúrális eszközök, helyszínek. A szomszédban lévő épületet is nemrég újították fel. A későbbiekben ifjúsági házzá alakítanák azt, ezzel is teret adva a közösségi programoknak. Jelenleg is gyermektábor zajlik itt, igyekeznek a fiatalokkal megszerettetni az egyházat, a hitet, illetve a gyülekezeti életet. Mint ahogy a református püspök is elmondta, az övék a jövő, ezért kiemelten fontosnak tartja ezeknek az épületeknek a megóvását, hogy ezáltal átadhassák az idősebbek a hit szeretetét nekik. Az egyháznak az a titka, hogy nem számokban mérjük. Nem abban mérjük, hogy hány szány, hány ezer, hány millió, hanem ha csak egy ember van, aki odaül egy szenvedő mellé, a betegágy mellé, és meglátogatja, akkor ott már egyház van. Hogyha egy kisgyermeknek megtanítok egy olyan imádságot, akkor amikor bajban van, ez neki segítséget, örömet jelent, akkor ott már egyház van. Hogyha két fiatal egymásra talál, és biztosak benne, hogy ők nem csak magukat választották, hanem az Úristen rendelte őket egymáshoz szeretetben, szerelemben, akkor ott már egyház van. Mint mondta, bízik benne, hogy az emberi sorskérdésekben, nehézségekben és örömökben is hálát tudunk adni az Úristennek. Regionális híreink következnek. Lakásmutyi Péterfi, Molino és jobboldali tiltakozás, döntöttek a pécsi lakásrendeletről. Átzsilipeltek, már a Bahart telephelyén a társaság új hajói Siófokon. A Konfucius Intézet kínai nyelvi tábora, kaligráfia foglalkozáson vehettek részt a táborozó gyerekek. Jövedelemhatár meghúzásával zárja ki a legrászorultabbakat a pécsi városvezetés a szociális bérlakásokból. Marad az átláthatatlan helyzet, ami a lakásmutyiknak kedvez.
Ezek voltak azok a fő kifogások, amik a pécsi lakásrendelet kedden tárgyalt módosításairól szóltak a közgyűlésen. Szóba került az is, hogy nyomoznak ezen a területen a Városházán, az ügy pedig baloldali vezetőket érinthet. Az önkormányzat tulajdonában lévő... Zavarodottan figyelte Pécs alpolgármestere, mi folyik a pulpitus előtt a pécsi közgyűlésen. Lakásmutyi Péterfi. Ezzel a felirattal jelentek meg civilek, és zavarták meg Nyőgéri Lajost, amikor a város lakásrendeletében tervezett változtatásokról beszélt. Ez a módosítás váltotta ki a leghosszabb vitát a keddi testületi ülésen, bár az előterjesztő alpolgármester is azt mondta, hogy később változtatni kell majd ezen a lakásrendeleten. Már most kijelentjük, hogy egészen biztos, hogy korrigálni kell, akkor ne kérjük, hogy ezt most fogadjuk el. Én javaslom, hogy napoljuk el ezt a témát, és amikor be tudják építeni a becsatornázott, igen gazdag, szürke állománnyal bíró szakértőknek az észrevételeit, akkor tudunk erről érdemben beszélgetni. A Pécsi Civil Lakhatási Szövetség tagja is szót kapott, aki szerint a módosított rendelet teret ad a visszaélésekre, és átláthatatlan. Olyan kifejezésekkel él, melyek nem csak laikusok, hanem jogászok számára is nehezen értelmezhetőek, például különleges hasznosítás, valamint továbbra is tág teret enged visszaélésekre lehetőséget adó méltányossági, illetve egyéni döntéseknek, azok átláthatóvá tételére nem ad megfelelő választ. Kifogásolták azt is, hogy el kell érni egy jövedelemhatárt a szociális bérlakások kiutalásához. Ez nem csak az egyedülállóknál megállapított 77 ezer forint, a családosoknál kevesebb szerepel, mondta válaszában az alpolgármester. A 40 ezer forintos összeg értékhatár is. Ez ugye már az egyfőre jutó családosoknál érdekes. És azt gondolom, hogy ezek azok az értékhatárok egyébként, amit valahol fel kell mutatnunk, hiszen fenntarthatóvá kell tennünk nekünk a lakásállomány. Az is téma volt a vitában, hogy jelenleg nyomozás folyik a pécsi önkormányzati lakások kiutalásával kapcsolatban a Városházán. Nyomozás folyik ugye azokban az ügyekben, ahol vezetőtisztségviselők is érintettek lehetnek, hiszen a környezetükben rokonaiknak, üzlettársaiknak osztottak lakásokat. Ezt kifogásoltuk egyébként, és kértük is, hogy a jövőben ne is vehessenek részt ilyen döntésbe érintett politikusok, de természetesen fittyet hánytak erre, és hát majd a nyomozás feltárja, hogy milyen visszaélések voltak az elmúlt években. Ezért jelent meg a tiltakozó Molino a vita kezdetén. A kifogások ellenére a baloldali többségi közgyűlés végül elfogadta a lakásrendelet módosítását. Csak nem két hét után elérték végső céljukat a Balatoni Hajózási ZRT új hajói. A két új katamarán és a két új komp hétfőn átzsilipelt a Balatonra, a Bahart siófoki telepére, ahol összeszerelés vár rájuk. A tervek szerint még ebben az évben mindegyik járművet bemutatják a nagy közönségnek. A múlt hétvégén már a kiliti duzzasztóhoz érkeztek a balatoni hajóflotta új tagjai. Innen már csak néhány kilométert kellett megtennie a konvojnak a végcélig. Hétfőn reggeltől folyamatosan zsilipelték át a hajókat a hajózási társaság telephelyére. A szakemberek összehangolt munkájának köszönhetően ez is zökkenőmentes volt. Nagyon sok munka volt az elmúlt hetekben, és nyilván mindenkiben egy kis feszültség is keletkezett, hiszen sok-sok akadályra, nehézségre fel kellett készülni, de ezekre sikeresen felkészültünk, így maga a szállítás azt gondolom, hogy egy nagyon precíz végrehajtás mentén, de tényleg egy óriási közös siker valamennyi résztvevőnek. Az, hogy ilyen hajók mikor érkeztek utoljára, arról talán elmondható, hogy az utolsó új komp szinte 50 éve érkezett ide a Balatonra, az utolsó katamarán több mint 40 éve, az pedig, hogy négy hajó együtt érkezzen meg, ilyenre pedig sosem volt még példa, úgyhogy ennek a szállítási feladatnak a megvalósítása ezekkel a hajóméretekkel azt gondolom, hogy egy óriási siker, egy nagyon nagy logisztikai feladat, de a munka nem áll meg, úgyhogy folytatjuk az összeszerelést a következő hónapokban. A csaknem két hetes út során a Sió csatorna mentén több százan kísérték figyelemmel a hajók útját. Az új flottatagok most egy kis időre eltűnnek a nagy közönség szeme elől, hiszen fel kell készíteni őket a balatoni munkavégzésre.
Az első feladat az a különböző felépítményeknek a visszaszerelése lesz a hajóra, hiszen ezeket a felépítményeket vissza kellett bontanunk, annak érdekében, hogy a Sió csatornán a hidak alatt elférjünk. Úgyhogy az első lépésként egy óriás daru érkezik ide a kikötőbe, ami a következő hetekben ezeket a felépítményeket fogja felemelni, össze fogjuk szerelni. Villamossági, gépészeti feladatok következnek, különböző arculati, illetve lakberendezési feladatok, majd a különböző rendszerelemeknek a beüzemelése és végül hatósági szemléje. Úgyhogy ezek a feladatok állnak előttünk, annak érdekében, hogy még az idei évben ezeket a hajókat birtokba vessük. A tervek szerint még ebben az évben az utazók és érdeklődők megtekinthetik közelebbről is az új hajókat. Ha minden jól megy, az őszi hónapokban egy ünnepség keretében megteszik első útjukat a járművek a Balaton vizén. A Pécsi Konfuciusz Intézet célja, hogy Pécset és vonzás körzetében minél több emberrel megismertesse a kínai nyelvet és kultúrát, valamint a hagyományos kínai orvoslást. A cél elérése érdekében az általános iskolás kisdiákoktól kezdve az egyetemi hallgatókig kínálnak különféle foglalkozásokat, szakköröket, kurzusokat és edzéseket. A Konfuciusz nyári táborban az oktatók folytatják a tanév során megkezdett munkát, mely napközis táborban a sok program mellett a kaligráfiával is megismerkedhettek a gyerekek. A Pécsi Konfuciusz Intézetnek 2015 ősztől indultak egyedi kínai nyelvi és kulturális foglalkozásaik általános iskolás korú gyerekek részére. Nyáron a gyerekeknek két turnusban Konfuciusz napközis nyári tábort szerveznek, ahol egy héten keresztül vehetnek részt a már írni tudó gyerekek a kínai nyelvi és kulturális tematikájú foglalkozásokon. Az idei második kínai nyelvi tábor a 17. a 8 év alatt, és mindig nagyon népszerű első perctől kezdve. A napközis tábor színes programjában lehetőség nyílik a nyelvórák mellett kulturális foglalkozásokon is részt venni, mint például a kínai papírvágás, kalligráfia, festészet, pecsételés, kézművesség, zene, tánc és számos kirándulás is a program részét képzi. Átlagban 20-25 gyermek van egy-egy kurzusban. Délelőtt van egy röpke egyórás kínai foglalkozás két csoportban, mert vannak haladó tanulóink is, és mindig vannak pici kezdőgyerekek, akik az alapokkal ismerkednek. Utána kínai kultúra olyan részeivel foglalkozunk, mint Kína földrajza, akkor a kínai öltözékekről beszélgetünk, a mai foglalkozáson pedig, amit majd önök is láthatnak, a kínai kalligráfiát tanulják a gyerekek, hogy hogyan kell az ecsettel szépen kínai írási jegyeket rajzolni. Az idei második turnusban a résztvevő gyerekek egy átfogó képet és számos pozitív élményt kaphattak a kínai kultúráról, aminek köszönhetően meg is szerették azt. Néhány diákja az intézetnek idén ősszel Kínába látogathat az intézet támogatásával két hétre. Végül mutatjuk legfontosabb Tolnavár megyei híreinket még egyszer, röviden. Elutasították Átsezső keresetét, a Pécsi Közigazgatási Bíróság döntött az ügyben. Kivilágítatlan autóval menekültek, 150 ezer forint értékben lopott el tárgyakat a képletörő. A holokauszt áldozataira emlékeztek, 500 000 állampolgár veszett oda a náci eszmék miatt. Hálaadó istentisztelet, megújult a nagyszokói templom. Csütörtökön délelőtt az ország nyugati felén felhős, néhol még záporokkal tarkított, szeles, hűvösebb, míg a keleti országrészben napsütéses, gyengén felhős, szélcsendesebb idő várható. Délután keleten növekszik meg a komoly felhőzet, egy-egy felhőszakadással jéggel kísért heves zivatar is előfordulhat. A Dunántúlon eközben csökken a felhőzet, kisüt a nap, mérséklődik a szél, keleten az esti órákban támad fel az északi szél. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!